Nem hajlandó meghasonolni önmagával és a Jobbik korábban hangoztatott filozófiájával Bognár Ignác. A Jobbikból kilépő, majd a Mi Hazánk mozgalom tagjává váló önkormányzati képviselő azt mondja, idézem, amit kimondtunk, azt úgy is éreztük, és én így érzem a mai napig is. Hozzátette azt is, nem lát esélyt arra, hogy csatlakozzanak az Egységben a Városért Egyesülethez, aminek már most tisztán látszik, hogy ki a leggyengébb láncszeme. Az, hogy ki mikor fog egymással konfrontálódni, azt mi kívülről nem tudhatjuk. Valószínűleg már most megvannak, hiszen azért olyan pozíciókat is fognak itt majd lebegtetni maguk előtt, amit vagy megszereznek, vagy nem. Egyébként matematika szempontjából elfogadható ez a gondolat, erkölcsileg vállalhatatlan. Bognár Ignác azt mondta, egyeztetnek arról, hogy esetleg saját polgármesterjelöltet állítanak az októberi helyhatósági választásokon, és a listás hely érdekében mindenképpen szükséges a saját jelöltek megnevezése a körzetekben is. Az európai parlamenti választásokon meglepően jól szereplő Momentumot egy különleges falzatnak tartja, amely a szemében leírta magát. Jelentősen aradtak az európai parlamenti választásokon, tehát szerintem mindenkit meglepve, én magam is, de ezek szerint ilyen a világ, tehát lehet, hogy mi vagyunk egy kicsit burokban, és azt hiszük, hogy csak a nemzet tudat nem. A liberális semmi, mocsok, az is elegendő az embereknek. Az Egerben kialakított szivárványkoalícióra visszatérve úgy látja, a Fidesz alakította ki azt a helyzetet, amit a baloldali tömörülés a Jobbikkal együtt felvállalt. Minden esetre örül annak, hogy feloszlatták őket, így nem kell magyarázkodniuk vagy meghasonolniuk önmagukkal.